Sziasztok! Lehet hallani? Király! Én nagyon szépen köszönöm a meghívást Sándornak, és mielőtt belekezdenek az egészbe, két dolog. Egyik az, hogy ezt nem két hónapra csináljuk, körülbelül bő egy éve pattant ki az ötlet a fejemből. Ez két hónapja üzemel az oldal, a public beta verzió. A másik dolog pedig, hogy azt, hogy most itt vagyunk és ilyen témákról tudunk beszélni, azt szerintem fantasztikus. És én szeretnék egy nagyon nagy tapsot a Sándornak, hogy ezt egészet megszervezte, hogy szerintem tapsoljuk meg, mert azért ez az, hogy itt lehetünk, és ilyen információkhoz tudtak jutni ilyen testközelbe, szerintem ez fantasztikus. Jó, én hihetetlen változatos prezentációval készültem, gyakorlatilag ez egy slide, tehát a Sopressónak nem én vagyok az embere. Jó időben, jó helyen létezik álommeló és a mi utcánk sztori. Én kicsit mesélősre akarom az egészet venni, lazára, utána tudtok kérdezni is, és vágjunk is bele. Magamról egy pár szó, én 25 éves vagyok, budapesti lakos, most végeztem nemrég, tavaly januárban a BKF-en, turizmust tanultam. 4 évig voltam a BKF-nek, a Hallgatói Önkormányzatnak a tagja. Emellett más diák szervezetekben is részt vettem, szerveztünk mindent, eszméletlen sokat bulisztam, rengeteg kapcsolatom lett, és 2010, pár éve abszolváltam, nem volt meg még a szakdolgozatom, tehát még nem volt meg a diplomám, most sincs meg, mert még kell két nyelvvizsga, de meg volt az összes tantárgyam, és akkor már gondolkoztam, hogy valamit kéne csinálni, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi legyen benne. Mert egy dolgot megfogadtam, hogy csak is kizárólag olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, amit élvezek és szeretek. Tehát, hogy én nem elmentem szakmai gyakorlatra, meg nézegettem a többieket, és valahogy nem éreztem azt, hogy az emberek azzal foglalkoznak, amit szeretnek. És elkezdtem körbekérdezősködni, és az emberek tehát az embereknek a többsége nem azt csinálja, amit szeret. Egy munkaként éli meg az egész életét, és nem hivatásnak. És én mondtam, hogy hoztam egy döntést, hogy már pedig nekem álom melóm lesz, és hogy én ezt meg szeretném alkotni. Jó, mi legyen benne, tehát konkretizáljuk a dolgokat, mikor mostan is rengeteg szer lehet hallani ezt a célt, tűzünk ki célokat, minél konkrétabbakat. És akkor elkezdtem így otthon ötletelgetni. Az első legfontosabb, hogy tudjam szívből csinálni. Tehát ha fölkelek, akkor nem munkaként, jó, nyilván, tehát föl tudjak vele kelni reggel, és tudjam úgy csinálni, mint hogyha nem kapnák érte a fizetést, akkor is csináljak. A második, ami nekem számomra fontos volt, hogy legyen benne valami zöld, ezt tudjátok, valami fenntartató, mert én nagyon szeretem a fenntartatósággal foglalkozó dolgokat, a világ is icipicit erre irányul, és neki tökre örülök. A harmadik, hogy legyen, ki tudjam benne élni a kreativitásomat, mert elég sok bennem a kreativitás, és néha úgy jó kirajzolni magamból a dolgokat, meg ötletelgetni, és egy olyan dolgot kerestem, amivel folyamatosan tudok rajta ötletelni. Lehessen benne utazni, pörögni, kommunikálni emberekkel, legyen benne csapatmunka, tehát nem egy egyéni harcosként hódítsa meg a világot, legyen benne pénz, mert én szeretem a pénzt, tehát hogy én nem... legyen azért benne, és legyen benne globalitás, hogy tudjunk azért hatni ne csak a környékünkre, hanem úgy egy-két országra, kontinensre, meg ki tudja, mikor mehetünk a Marsra. Csak azért összeszedtem, tudatosultak bennem, akkor édesanyámnak köszönhetően kaptam egy lehetőséget egy kreatív ügynökségtől, és abban úgy állapodtuk meg, hogy oda megyek, és akkor hozok valami projektet, kitalálok valami kreatív dolgot, egy kampányt, akkor majd megegyezünk, és hogyha lesz belőle bevétel, akkor majd a kapok belőle. És az első munkanapon kitaláltam egy ilyen dolgot, én imádtam ezt a kupakgyűjtést. Tehát a kupakgyűjtés az, hogy itt egy mozdulat, és mindenki gyűjti, és akkor összegyűlik egy nagy csomag, és azt elviszik a műanyaggyárba, ott újrahasznosítják, azt a pénzt pedig 60 forint per kilójáért odaadják szegény beteg gyerekeknek, akiknek rászorulnak a pénzre, és azt pedig gyógyszerkezelésre vagy műtétre folytják. És én ez ilyen megrőzött voltam, a iskolában is csináltam, és nem értem, hogy ez miért nem működik ez. És kitaláltam egy ilyen kampányt, hogy le kéne szerződni valami nagy italgyártó céggel, és ez ilyen mehetne egy éves kampány, és csomó gyerek van benne, meg minden. És akkor lebetegedett a főnököm, és volt egy hét pihi, és a vasárnap reggel fölkeltem, és jött egy ötlet, hogy abban az időben rengeteget kértem kölcsön apró dolgokat, de tényleg nagyon apró dolgokat, tehát hogy palacsintázni akartam, és én nem vagyok a nagy vásárló, nem vagyok az nagy főző,
és palacsintát akartam főzni, és nem volt otthon étolaj. És akkor alattam lakik alattamaknak a nagyszüleim, mellettem lakik a keresztanyukám, és hát nyilván hát annyit lájmoltam, amit nem volt szégyen. És tényleg, szóval átmentem, és kaptam tőlük mindig. Nagypapám ezermester, őt megkértem egy csomó dologra, hogy segítsen megszerelni egy-két dolgot. Viszont én is csináltam nekik dolgokat, tehát nagypapámnak például betábláltam a telefonjába a neveket, az új kontaktokat, mikor volt rá szüksége. Tehát meg volt egy kölcsönös viszony, és rájöttem arra, hogy 15 éve lakok 11. kerület Peremén Őrmezőn, és nem ismerek senkit. És hogy ezeket a problémákat, ilyen tényleg is apró dolgokat, hogy oldanám meg. És rájöttem arra, hogy milyen lenne egy közösségi oldal, ami arról szól, hogy nem a ismerőseinkkel kerülünk kapcsolatba, hanem azokkal, akik csak is a környékünkön laknak, nem kell jelölgetni, meg nem kell semmit csinálni, csak van egy oldal, és azok vannak, azokat tudok kommunikálni, akik itt laknak. Hát mondom, még biztos nincsen. És akkor ennél az egyik ötlet, a másik pedig az volt, hogy pont tavaly volt, nagyon nagy árvíz volt Magyarországon, és én meg sose voltam árvízi parába a gátokon, de most idén valahogy kimentem. És nem csak kimentem, hanem 10-20 fő csapatot toboroztam is. És kint voltam, és megtapasztaltam, hogy milyen jó érzés összefogva segíteni így egy nagy problémán. És ezt tudom, élveztem az egészet, láttam, hogy konkrétan nem volt hely. Ott úgy annyi ember jött ki segíteni, hogy nem volt hely. És akkor pont akkor volt az arckiállítás, a tavaly, és akkor volt egy kép, egy magyar zászló, piros, fehér, zöld, piros volt a vörös iszap, fehér volt a hókatasztrófa, és alul pedig a árvíz. És akkor néztem, hogy itt van három katasztrófa, mi utáljuk persze, meg tök katasztrófa mindent, de igazából ezek tanítanak meg minket összefogni. És mondom, hogy basszus, mi nem tudunk így élni az év minden napján, hogy ilyen összetartásban. És akkor ez volt még egy másik ilyen érzelmi szál, nyilván a praktikusság mellett, és akkor éreztem, hogy kéne egy ilyen honlapot csinálni valami webfelülettel, és belül meg éreztem, hogy én nagyon sok mindennel foglalkoztam előtte, voltak ilyen kis projektjeim, és akkor mindig átmentem ilyen Tazmán ördögbe, és akkor mindenkinek meséltem. Itt sem volt ez más, itt is pörögtem, de valahogy éreztem egy belső nyugodtságot, hogy hát ez az én utam, ezt meg fogom csinálni. És akkor rájöttem, hogy végiggondoltam, és egy hete kitaláltam megalkottam a kritériumokat az én álomhivatásomnak, és mondom, végig gondoltam ezt, hogy ez igazából minden benne van, ha jól csinálom. És akkor felvilágosítottak, hogy elkezdtem beszélgetni emberekkel, elmeséltem 40 embernek, tehát én abszolút nem tartottam magamba, mindenki 40-ből, nem tudom, 37-en azt mondták, hogy igazából ők sem ismerik a szomszédjukat, egy pár mondta, hogy ismeri, de nem is kíváncsi rá, tehát hogy nincs olyan kapcsolat. És akkor elmondta valaki nekem, hogy ez egy startup, és akkor fogalmam nem volt, hogy mi ez a startup. Na jó, akkor kicsit utána olvasgattam, felhívtam egy barátomat, hogy azért valamit, hogy programozni kéne ezzel, és már icipicit benne volt ebben a startupban, és akkor a startupon belül pedig rájöttünk arra, hogy ez meg egy sharing economy, vagy collaborative economy szerűség. Arról is fingom nem volt, hogy mi ez. És akkor elmentünk egy ötletversenyre, akkor mindjárt mondom, igen, elmentünk egy ötletversenyre 2013. 10. hó 4-én, ahol csak úgy akartam elmenni, hogy van egy ötletem, de én csak meg akarom nézni ezt, hogy mi ez az ötletverseny, nem akarok itt benevezni semmit, csak ott kívülállóként. És akkor mondta is az egyik szervező, rájöttem előző este, hogy itt lehet csak menni úgy, mint hogy kívülállóként, és akkor visszaírták, hogy igen, lehet, de az a jó, hogyha részt veszel ez az ötlet verseny, ez az a neve, hogy Hackathon in the Box, Turcsány Tamás szervezi, és akkor elmentem, és akkor beültem oda a Zsoltival, a volt hallgató önkormányzatos kollégámmal, aki a programozó, és akkor ő ott volt, mondták az ötleteket, az emberek, és akkor valaki megirogatta föl őket. És akkor én meg úgy bennem volt, hogy itt vagyok, mondom, elmondtam egy csomó embernek, mondom, hogy így elmondjam én is vajon, és akkor ott jöttek, kinek van még ötlete, mindenki kussolt, jó, egy srác fölállt, elmondta, kinek van még ötlete. És akkor ránéztem a Zsoltira, mondom, Zsolti, mondom, elmondjam, és a Zsolti pedig egy ilyen tehát programozó, tehát ez a kőracionista, tehát nem. És akkor mondta, hogy hát te tudod. Mondom, kösz. És akkor mondom, basszus, mondom, elmondom, és akkor föltettem a kezemet, kimentem kis lámpalázzal, és akkor elhadartam, hogy mi van, és majd meg is mondta, hogy hú, hát tök jó, elmondtad, mondom, kösz szépen. És volt 30 ötlet, és beválogattak minket a legjobb 10-be.
A legjobb 10 pedig, a legjobb 10 ötlet gazda pedig alapíthatott egy csapatot. És akkor jöttek hozzám még plusz 3-an, és akkor ott ismerkedtem meg a Gazsival, aki ott ismerkedtem meg vele, és elkezdtünk, volt másfél napunk kidolgozni az ötletünket. Kidolgoztuk, előadtuk, hát olyan számokat írtunk, hogy gyakorlatilag nagyon hát világot meghajtottuk, már volt üzleti tervünk, már tényleg a tőzsdén voltunk. De harmadikok lettünk, kezdjétek el, hogy nem nagyon, tehát úgy mentem oda, hogy nem is akarok elmondani, és akkor megnézem ezt a szubkultúrát, aztán kisisztolok, ha nem tetszik, azt eljövök. Aztán ott, amikor vesztük át a bronzérmet, és akkor az a durva az egészben, tényleg is ilyen történelem, azért mondom, csak hogy nektek is van valami ötletek, ne tartsatok magatokba. És volt egy ötletverseny, amire szintén péntekig lehetett nevezni, ahol ez a Lenovo motivátor nagy díj volt, hogy van egy ötleted, csinálj róla egy prezit, vagy pedig egy YouTube videót, és tölts fel a Lenovo-nak a Facebook oldalára. És ez én péntek-szombat volt a verseny, pénteken volt 6 idő, és mondtam magamban, hogy ha már itt vagyok az ötletversenyen, már tudja itt ez a 100 ember, akkor mondom, hát fölteszem. És akkor kicsit kivetettük a helyesírási hibákat, borzasztó a helyesírásom, kicsinosítottuk a prezentációt, kivetettük bele a hibákat, és föltöltöttük. És kezdjétek el, ott a díjazás volt egy elég szép pénzösszeg, meg 3 ilyen laptop. És ott 64-en voltunk, ott lájkokat kellett gyűjteni, aztán végén pedig előadni egy elég komoly zsűrinek, és ott azt megnyertük. És akkor ott álltunk, hogy nincs még termék, tehát tényleg semmi termékünk nem volt, egy Facebook page-ünk nem volt, volt egy kis lóvénk, meg volt 3 ilyenünk, meg voltunk 3-4-en kb. És akkor úgy döntöttünk, hogy oké, akkor ezért már érdemes foglalni, de már annyi meetingüt tartottunk már, meg annyi a Google Drive-ot, ki ismeri a Dokumentum, nem tudom milyen multinacionális cég, nem volt akkor a Google Drive alatt, tehát már ránk szólt a Google, hogy most már kéne fizetni. Annyi fájlunk volt, már mindent tudtunk, és akkor január 1-én, ez volt egy nagyon nagy kampányunk, hogy január 1-én 20 óra 14 perckor elindítjuk a Facebook lájkol oldalunkat. Plusz már dolgoztunk több hete egy landing page-en, ami semmiről nem szólt, csak hogy validáljuk az ötletünket, egy gyönyörű page, és hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket, és elmondtuk a mi utcánk.hu-nak a vízióját, amit majd mindjárt elmondok nektek is. És ez volt egy honlap, és hogy iratkozz fel, add meg az irányítószámodat, és meg az e-mail címedet. Ennyi. És tök szép volt, animáció volt benne, kihoztuk az egészet kevesebb, kb. 10.000 forintból. És kidobtuk a Facebook page-ünkre, ahol már volt 1000 lájkunk, mert ezt a landing page-et, ezt a bemutatkozó oldalt, ezt január 5-én aktiváltuk, addigra lett kész. És tök jó volt, mert a Facebook page-en már rögtön jöttek a lejelentkezők, és pikpak lett 3000 előregisztrált felhasználónk. De itt tényleg egy pár hét alatt. Akik még nem kaptak semmit, csak mondtuk, hogy köszönjük, hogy előregisztráltál, és hogy akkor amennyiben lesz termék, akkor meg majd előbb fogunk szólni. Egy sorkód nem volt még leütve, egy fiút nem volt. És akkor a landing page tökre tetszett a médián, aki ránk kattantak, akkor az még nagyon nyomást tett ránk, hogy akkor most majdnem nincs visszaút, mert nagyon nagy égés lesz, mert nem csináljuk meg. És akkor elkezdtük csinálni, és akkor elkezdtük szöszmötölni, hogy akkor milyen programozói nyelven, milyen programozói szövegkörnyezetben, milyen legyen, hogy legyen, és tényleg nagyon sokat vaszakoltunk rajta, amíg el nem mentem egy meetupra Budapesten, nem is tudom, miről szólt, egyik előadásom volt egy mondat, ki ismeri a LinkedIn-t? És annak a ügyvezetője azt mondta, hogy akkor csinálod jól a dolgaidat, ha a legelső verziódat szégyelled. És mi a hárman, akik csináltuk ezt, mi baromira ilyen perfekcionisták vagyunk, mi nem szeretünk szart kiadni a kezünkből, gondolom ti se, és ez, hogy ezt így, rágyere, hogy egy szart fogsz kiadni a kezedből, ez így van helyesen, ezt így fölfogni, ez nagyon para. De amikor ezt mondja a LinkedIn CEO-ja, azért úgy valaki a piacon, a social piacon, akkor azért kicsit úgy megnyugodtam. És akkor még aznap, hogy másnap bementem a kis irodánkba, és akkor megkezdtem a Zsoltit, hogy mi újság, hogy állunk, és akkor mondta, hogy hát miket kell még beletenni, és akkor felsorolt 10 dolgot, hogy ezeket még be kell tenni, ez így meg úgy. Mondom, mik azok a dolgok, amik feltétlenül kellenek bele az MVP-be, az a legbutább verzióba. És akkor elmondott 2 dologra, hogy ez a 2 jó, akkor a 8-at azt így
lesöpörtem, és akkor ez a kettő kerüljön bele, és indítsuk el minél gyorsabban. Ilyen az a neve, hogy mi is a neve? Hulk Launch, Silent Launch, amikor még nem Facebookunkra csak posztoltuk, kineveztünk 9 tesztkörnyéket, megalkottuk a bétát, hogy hát mi elkezdtük használni 4-en, de hát nyilván sokkal több visszajelzést kapunk, hogyha 14-en használják, vagy 114-en. És akkor elkezdtük 9 környéken tesztelni, jöttek a felhasználók, és egy óriási égés, tehát, hogy már mutogatták volna az első felhasználók, az ilyen ismerőseink, hogy nézd meg, nálam van, és totál égés volt. De ennek örültünk, mert tudtuk, hogy akkor ki kell javítani a hibát. És akkor elkezdtük kijavítani, és augusztus 5-én pedig jöttek a felhasználók persze, de azért már lehetett használni, tehát már örül, már töltöttek fel, vagy már cseréltek információt, meg már valahol volt seftelés, tehát a Gazsi, a alapítótársam, nyilván az tesztkörnyék van, ahol mi voltunk, tehát azt... És ő már szerzett akkor, nem tudom, tuját, vagy aloe vera palántákat, hogy már húzta be a környékről, tehát már használta, tehát lehetett effektíve használni, és augusztus 5-én pedig akkor csináltunk egy jó kis PR kampányt, és kiküldtük, aki szervezte ezt a Lenovo Motivátor díjat, nekik a segítségével kiküldtük egy csomó újságnak. Én akkor nem voltam Pesten, én egy edzőtábor voltam, és csináltuk egy tök jó PR cikket, és kiküldtük 10 órakor, 11-kor lehozta a HVG, 12-kor lehalt a szerverünk. Annyian jöttek. És akkor rájöttünk arra, hogy amiben eddig programoztuk, amíg elcsesztünk 6 hónapot, hogy kitaláljuk, hogy abban programozzuk, az igazából semmi, a szar. És akkor most pedig akkor arra jöttünk rá, hogy át kell állnunk egy nagyobb rendszerre, és folyamatosan javítjuk a hibákat, és úgy álltunk hozzá, hogy én életemben nem olvastam el egy startup könyvet se, a Lean metodológiának az első fejezetébe sikert eljuttam, ahol megértettem azt, hogy te kurva okos vagy, de a felhasználókkal még okosabbak lehettek. És akkor eljöttem arra, hogy akkor minden egyes user feedbacket, ilyen felhasználói visszajelzést nekünk meg kell szerezni, és bizalmat kell építeni a felhasználókkal. És akkor hát a landing page-ünkön, ahogyha majd megnéztek a miutcánk.hu, tehát tényleg egy jutott, de arról szól, hogy mi tetszik benne, mi nem, találtál benne hibát, ha nem, van-e ötleted benne, vagy nem, és akkor írd meg nekünk. És napi 10-20 e-mailt kaptunk, és gyakorlatilag augusztus, nem tudom, mikor indultok be, de gyakorlatilag most kezdjük el beérni magunkat. Tehát körülbelül kaptunk 600 visszajelzést, és azok alapján építjük újra az oldalt, hogyha csinálsz valamit, vagy valami ötletem, akkor mindig törekedj arra, hogy legegyszerűbben csináld meg ami égéppen, hogy vállalható dolgot, és szerezd minél több visszajelzést. Aztán most már úgy olyan szinten ez elvadult, hogy most már azt mondtuk, hogy ez egy közösségi oldal, akkor csináljuk közösen, és kiírtunk most egy fotópályázatot, azt hiszem 16-a, holnapig még lehet beküldeni 3 típusú fotót, és amelyikre a legtöbb szavazat kerül, azok lesznek a landing page-ünkön. Ezen a bemutatkozó oldalunkon azok lesznek ott ilyen szép képben. És gyakorlatilag, hogy fenntartott legyen az oldal, azt is egy körbe fogjuk ezt megvitatni, hogy hogyan lehet, milyen ötleteik vannak az embereknek, hogy fenntartóvá tudjuk ezt tehetni. Tehát ilyen szinten állunk a közösségi dolgok mellett. És akkor eddig körülbelül olyan 70 média megjelenésünk van, az Indexen volt, a HVG már azt hiszem 4 vagy 5 cikk volt rólunk, augusztusban mi voltunk a legolvasottabb a cikk a Tech rovatban, Fókuszban volt velünk egy kis riport, a csomó rádióban voltunk, meg most is szombaton lesz a Forbes-ba fotózás, de ezt nem tudhatjátok még. És körülbelül eddig a történet, és most tartunk olyan 20 000 felhasználónál, és tesszük át a mi utcánk beta verzióját gyakorlatilag egy olyan skálázható rendszerbe, hogyha megint írnak rólunk egy tök jó cikket, vagy megszerepünk valahol, akkor ne kelljen rágnunk a körmünket, hogy akkor most le fogunk-e fagyni, vagy le fog állni a szerver, vagy nem. Most arra megyünk rá, hogy tudjunk nagyok lenni, tehát hogy lehessen sok felhasználónk, jelenleg 20 ezeren vannak, csak is Magyarországról lehet regisztrálni, és haladunk tovább. Gyakorlatilag a víziónk az volt, hogy a célunk az az volt, hogy volt egy közmondás, egy tök nagyon népszerű volt Magyarországon, hogy dögöljön meg a szomszéd kecskéje is. És nekünk az a célunk, hogy éljen tovább a szomszéd kecskéje egészségben,
hogy kérhessünk tőle friss kecsketejet reggelente. És ez egy nagyon nagy paradigmaváltás kell, hogy ez megtörténjen, és ezt nem tudjuk csak mi elindítani. Gyakorlatilag mit csinál a mi utcánk.hu? Ki az, aki nagyjából ismeri, vagy hallott már róla? Tök jó. Ki az, aki regisztrált már? Aha, király. Akkor most mindenki be fog majd regisztrálni. Gyakorlatilag összekötjük a helyen lakókat, és segítünk kihasználni az erőforrásokat. Ez ilyen nagyon ilyen, ez ilyen szótáriasan. Ami még fontos, hogy ezzel pénzt és időt tudnak egymásnak megtakarítani az emberek, pazarlás mérséklésével, és ezzel a helyi kapcsolati hálónk is elevenedik. Nagyon eltávolodtunk egymástól, internetes konferencián vagyunk, de azért többször felhangzott a dal előadásában is, meg még egy párszor felhangzottam, hogy azért ez nem feltétlenül jó, ez a nagy technikai boom, technika, globalizáció, internet, mobil, tényleg most már, amit mutatott mutattak az a Facebookos, nem tudom mi, 3D szemüveg, az egy kicsit meleg. Azért vannak ezek a sci-fi filmek, és ezzel tényleg nem vagyunk tőlük messze. Tehát azért mégis emberből vagyunk, szerettünk, az a belül úgy vagyunk kódolva, hogy azért jó lenne még nem csak virtuálisan pacsizni, hanem tényleg érintkezni. És van ez az eltávolodás, nyilván a politika, a média, meg minden ez hozzájárul, de mi ezen valamilyen szinten egy célként tűztünk ki, hogy valamilyen, hogy kerüljünk egymáshoz közelebb, és az internet segítségével ezt az állandó globalizációt próbáljuk meg kicsit megfordítani, és inkább használjuk ki az internetnek az előnyeit, és fordítsuk jóra. És nagyon fontos, hogy mi elsősorban, ami nagyon kitűztük, hogy mi bizalmat akarunk építeni, mert előző eladás is az volt, hogy az emberek nagyon bizalmatlanok. És megépítesz egy ilyen platformot, egy mi utcánk, ti utcánk, bármilyen platformot, az tök jó, az tök szép, de az csak a jéghegynek a csúcsa. Ami alatta, ami sokkal nagyobb, az maga az emberek, akik használják, az a bizalma. És egy ilyen sharing economy cégnél, pedig sharing economy kezdeményezésnél pedig kiemelkedően fontos, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azok bizalommal használják. És mi is ezen dolgozunk, hogy a felhasználói visszajelzések alapján plusz a különböző apró dolgokat bevetve, megpróbáljuk kialakítani ezt a bizalmat, de rájöttünk arra, hogy nem tudunk minden egyes utcába ott lenni, és felügyelni, akkor most jól kijöttök meg minden, hanem picit ezt el kellett nekünk engedni, és kicsit rá kellett jönnünk, hogy ez tényleg nem rajtunk múlik, mi építünk egy platformot, és aki tud vele élni, az él, elég sokan élnek most már vele, és a kezdő, a pionírek elkezdték használni, és mi azon leszünk, hogy ez a platform működjön tökéletesen, és mindenkit ki tudjon szolgálni. És akkor most arra kérek mindenkit, kaptam egy pár adatot itt Sunyiba, hogyha van okostelefonotok, akkor vegyétek elő, kapcsolatba az internetet, és regisztráljatok be, mert ki jött Békésről? Jó? Most kaptam az infót a mi rendszerünkben, hogy 13-an vagytok, és talán úgy van, hogyha beregisztrálsz, és nem vagytok 30-an, addig nem indul el a rendszer. És akkor arra ösztönözzük az embereket, hogy ez már ilyen nulladik interakció, hogyha találkozol a szomszéddal, akkor szólj neki, hogy gyere már, szomszéd, gyere fel a mi utcánkra, mert ott majd lehet tudunk egymásnak segíteni. 6 darab tematikus dobozunk van a szívesség, van a apró hirdetések, van a lelőhelyek, sport, programok és szakember. Ez a 6 darab témában lehet kommunikálni, hát ezt se gondoltuk túl, ugyanis az utolsó grafikus meetingünkön a grafikus menedzser mondta, hogy lelőhelyet nem raktok bele? És mondtuk, hogy de. Tehát így dölt el. De arra azt akartuk, hogy megnézzük, hogy ki mit használsz, hogy mérjük, és ha meg nem tetszik, akkor meg kiveszünk bele, vagy úgy megépíteni, hogyha neked nem tetszik, te akarsz bele másikat, akkor más húzzál bele. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy regisztráljatok most, és megvan már a 30, akkor pedig kezdjétek el használni, és szerezzetek élményeket, és ha meg ezek az élmények megvannak, akkor meg légy nekem, majd küldjétek el erre az e-mail címre, mert mi szeretnénk minden egyes régiót, tehát mi szeretnénk kicsit így húzni a régiók agyát, hogy szegedieket a pécsiek ellen, hogy figyeljetek, Pécsen már csinálják ezeket, nem akarjátok elkezdeni a pécsieket, meg úgy, hogy fú, nagyon beindult Szombathelyen a foci csapat a mi utcánkon, ti nem akarjátok? Tehát mi szeretnénk így kicsit hogy hívják ezt, serkenteni azért a felhasználókat. Hú, de ennyien elővetettek a telefonotokat? Ez tök jó. Király.
Ha hiba van, azt is mondjátok, hogyha nem, nem megy. Hiba van? Na. Az az Apple hibája, az nem a miénk. Úgyhogy ez nem a mi hibánk. Úgyhogy röviden én ennyit szerettem volna mondani, illetve kaptam pár kérdést, amit a Facebook csoportban kaptam. Ezeket felolvasom, és nem hiszem, meg fogom őket tudni válaszolni. Hogyan lehet meggyőzni, hogy kicsi induló projektekben dolgozzanak? Ezt kaptam. Hát úgy, hogy... Hogy? Igen, tehát hogy el kell kezdeni, nyilván nem mindenki rögtön főállásba fogja. Először nyilván részmunkaidőben kell vele foglalkozni, és ahogy komolyodik folyamatosan, úgy kell leépíteni. Most jutottunk el arra a szintre, hogy mi elég fókuszáltabban tudunk erre az egészre koncentrálni. Tehát, hogy nyilván, ha nincs neked hited az egésszel, akkor nem, te nem vagy meggyőződve a projektet sikerességéről, akkor nehéz másokat úgy meggyőzni. Hát plusz mi sem, ők sem szívességből csinálták nekem a dolgokat, tehát nekünk így kőkeményen megállapodtunk, hogy azért, hogyha úgy megyünk, akkor százalék, meg minden, szóval nekünk ez el van írva, ezt mindenki maga dönti el. Mi lehet nem budapesti környezet erőssége? És én gondolkoztam arra, hogy hát a nyugalom. Tehát én kimentem itt a folyónál, és így Uramisten, hogy én most ide akarok költözni, hogy ez fantasztikus. Tehát Pest, a zajok, az internet, minden. Itt is van internet, meg itt is hozzá tudsz jutni, ezt tudod nézni otthon is, meg Amerikát is tudod nézni az internetről, meg tudsz könyveket venni, itt el tudod olvasni, tudsz ismerkedni. Lehet, nincs mindenhol programozó, de hogy szerintem ez a nyugalom, ami szerintem kell így az alkotáshoz. Hát néha nekem így nagyon fontos, hogy így nyugodt környezetben legyek, és hogy föl tudjak töltődni. Engem mondjuk kifizetten így nekem így stresszel ez a nagyvárosi élet néha. Tehát jó, én azt akarom majd, hogy legyen két irodánk, legyen egy pesti, meg legyen majd egy vidéki, ahol tök nyugodt tudunk majd ott ötletelgetni. Vidéki sikersztorik, én ilyen felületesen vagyok benne ebbe a startup világba. Mi építjük a startupot, mi nem olvassuk, meg nem csetelünk, és néha elkapunk egy-két sikersztorit, meg mindent, gratulálunk, meg mindent, de hogy mi nem tudunk. De vannak, tudom, hogy vannak Debrecenben, Pécsen, tehát hogy elkapunk néha híreket, és hogy mindenhol. Ez a legnagyobb kifogás az, hogy én nem vagyok Pesten, hanem vidéki vagyok, és nekem hátrányból indulok, ez a legnagyobb kifogás, ezt mindenki felejts el, mert ez pszság. És hol van Magyarországon a tech élet? Én szerintem mától itt Békésen lesz, úgyhogy tényleg ez egy döntés kérdése, hogy hova teszitek, ki mit kezdetek vele. Itt nem kell várni, én azt mondom, nem kell várni semmire. Tehát itt vannak közletek merész emberek, akkor bele kell vágni, nem kell senkire várni, hogy majd állami támogatás, meg ha majd kis süt a nap, meg ha majd szebb lesz az idő, meg hogyha majd, nem tudom, kijön az új iPhone 10. Bele kell vágni, el kell kezdeni, és kész, és ennyi. Én röviden ennyit szerettem nektek mondani, és ha nektek van-e kérdésetek, akkor még, ha belefér az időbe, akkor még válaszolok. Köszönöm szépen!